tisztelni a múltat, gondolkodni a jelenben, hogy a jövőt építeni lehessen. Ez a gondolat fogalmazódott meg a testületben, amikor elhatározták, hogy Cséri Lajos nevét kapja az iskola. Ez már nagyon rég körvonalazódott bennünk, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnék létrehozni, és elsősorban azt, hogy egy nevet szeretnénk iskolánknak. Ha visszatekintek a múltba, akkor az intézményeinket 2009-ben Dombóvár Város Önkormányzata összevonta két nagy hagyományokra tekintő általános iskolát és egy művészeti iskolát. A nevelőtestületben mindig körvonalazódott az a gondolat, hogy a múltunkat nem szeretnénk elereszteni. Volt itt egy 100 éves iskola, volt egy 40 éves iskola, és bár összeforrottunk egy nevelőtestületté, de a hagyományokat tisztelni szerettük volna, tevékenykedni szeretnénk a jelenben, hogy valamit hagyjunk magunk mögött a jövőnek. Úgy gondoljuk, hogy kell egy név egy iskolának, és nem csak az, hogy a belvárosban lévő intézmény. Ezért sokáig gondolkodtunk, hogy mi az, ami egy közösségé forrasztatna bennünket itt, hogy Dombóvár szívében közösséget építhessünk. És így jött a fenntartóváltás 2022-ben, amely fenntartóváltás során a Magyarországi Evangélikus Egyház irányítása alá kerültünk. Nem nagy emberek nevét szerettük volna felvenni, valami evangélikus személyhez szerettünk volna kapcsolódni, nem Berzsenyihez feltétlen, nem Kossuthoz és nem Petőfihez, mint a nagy nevek, hanem egy olyan helyi személyiséghez, aki irányt mutathat számunkra a jövőbeni munkához, és akihez mi kapcsolódhatunk. Így jött Cséri Lajosnak a neve és Cséri Lajos munkássága. A legnagyobb megtiszteltetésünkre a család hozzájárult, hogy iskolánk a Cséri Lajos nevet vehesse föl. Úgyhogy 2024. szeptember 1-től a korábbi Dombóvári Evangélikus Általános Iskola, mint Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik tovább. Reményeink szerint a város és a közösségünk szolgára tudunk lenni ebben a feladatban. Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is részt vett az eseményen. Minden intézmény életében vannak meghatározó mérföldkövek. Már eleve évente az a ritmus, hogy tanévnyitó, tanévzáró, istentisztelet, és a magunk életében is egyébként teremtettségünknél fogva heti rend. Vannak napi programjaink, aztán pihenés, heti programjaink, aztán pihenés, ünnep, istentisztelet, és ez egy különleges alkalom, mert a kettő összefonódik, hiszen egy névadó istentiszteleten voltunk együtt, abban az evangélikus templomban, amit éppen 94 éve, ma pontosan 94 éve szenteltek fel, és amelyet az a Cséri Lajos építetett, és ő maga is kétkezi munkával alapot ásott a templom oltár mögötti falazatának alapját, ő maga saját kezével ásta ki, aki egyébként nem csak a templomot építette, hanem a gyülekezetet is szervezte, és 45 éven át szolgált itt Dombováron, és az ő töretlen hitére szeretnénk emlékezni, és előtte tisztelegni, és szeretnénk azt, hogy azokat a gyermekeket, akik ide járnak a Cséri iskolába, a Dombovári Cséri Lajos Evangélikus iskolába, ők mind-mind tanuljanak ebből, és építkezni tudjanak ebből. Hiszen Istennek a hozzánk szóló szava az nem csak évezredekkel, évszázadokkal, évtizedekkel ezelőtt volt erő, hanem ez ma is erőt ad számunkra a mi küzdelmeinkhez, mert nekünk is megvannak a küzdelmeink, és ezeknek a pici gyerekeknek is, akik körülvettek ma bennünket, vannak nehéz gondolataik, nehéz pillanataik, ahol számukra is útmutatássá és egy életre erőforrássá válhat Istennek a szeretetet, békességet teremtő szava. Cséri Lajos a család középpontja és meghatározó személyisége volt élete során. 6 unokája volt, egyikük mesélt róla pár szóban az ünnepség után. Hálás szíve jöttünk a család újra Dombovárra, ahol gyakorlatilag gyerekkoromban nyarakat töltöttem, nagyszülőknél megtanultam imádkozni, az esti és reggeli imát, az ebéd körüli imát, ahol mindig összejött a család karácsonykor és húsvétkor, és nekem Cséri Lajos a nagypapa, aki mindig mosolyogva, szelíd, szeretettel fogadott bennünket, és volt a család középpontja, az ereje, a meghatározó személyisége. Mindezt nem erővel, hanem valami olyan nyugodt, szelíd bölcsességgel tette, ami azt hiszem most is példa lehet mindenki számára. Csöndben építette a gyülekezetet, és biztosította az anyagi hátteret a családnak úgy, hogy saját kezüleg termelték meg az élelmiszert háború idején, bombázások alatt, az 50-es években.
Én azt hiszem, hogy mindenki számára ez példa lehet, az ő ereje, és én nagyon örülök, hogy egy iskolát neveznek el róla, ahol az ő példája, és hát a mostani tanárok és lelkészek az ő életútját figyelemmel kísérve, és példaként hát végül is tovább viszik itt gyerekneveléssel a tisztesség, a becsület, és hát Isten erejével való életeket. De ami még érdekes, hogy az unokatestvérek, ugye orvos, jogász, többség, és egy katolikus pap is van az unokatestvérek között, tehát az evangélikus háttérből, mindegy, hogy milyen irányba, de valahol ez egy ilyen meghatározó küldetés, hogy a gyülekezetet, embereket Isten útján vezetni.